jöjjön Kína, ahogy ígértem. Itt ugyanaz a helyzet, mint az előző képletnél is, ahogy a német újraegyesítés képletéhez viszonyítottuk a Mars-Plutó kvadrát képletét, sokkal jobban meg lehetett érteni az összefüggéseket. Kína esetében is Kínához kell elsősorban viszonyítanunk, és ebben az esetben, ami a legfontosabb, hogy rögtön nézzük meg a kínai köztársaság kikiáltásának az időpontját. Én ezt egyszer már bemutattam, ezt a képletet, de most ismét egy pár gondolatot engedjenek meg bevezetőben. Tehát ha ránézünk erre a horoszkópra, akkor rögtön látjuk, hogy a vízöntő elején kell fel az aszcendens, és a 8-as házban van a nap, együtt a Neptunusszal. Az MC közelében van a Vénusz, Skorpió az MC, és ami a legdöbbenetesebb, hogy a 7. házban, na jó, de annyira nem döbbenetes, hiszen valójában egy iszonyatos polgárháború vége. Egy iszonyatos polgárháború végéhez jutottunk, azt megelőzőleg pedig a japánokkal volt egy nagyon komoly háború. Tehát ugye a nap a mérlegben van, a nap az oroszlánnak, a 7-es háznak az ura, tehát végül is ezzel elindult a béke Kínában. De Plutó-Mars együttállás van a 7-es házban, és ezzel már rögtön, mint egy felveti azt, hogy amikor ez a két égitest, mármint a Mars és a Plutó kapcsolódik, az Kína számára nem kedvező. Tehát, ha nem nézünk rá a kínai köztársaság horoszkópjára, akkor nem tudjuk úgy fajsúlyozni, hogy miért van akkor a jelentősége a Mars-Plutónak. Hát van. Tessék csak belegondolni, hogy itt van egy vízöntő aszcendenssel egy nép, egy ország, és a világ egyik leghatalmasabb országának az elnöke az egy oroszlán aszcendens, tehát valójában Donald Trump bizonyos értelemben ellensége Kínának. De üzletember, ez nagyon fontos, hiszen Donald Trump képletében a nap, ami a születési uralkodója, tehát annak a jelnek az ura, ami az aszcendense, tehát az oroszlán ura, a nap, az az ikrekben van. Az ikrek pedig egy kereskedő típus. Na most, ez azért nagyon izgalmas, mert bár igaz, hogy a Plutó és a Mars most opozícióban vannak, ráadásul, ha rávetítjük a kínai horoszkópra, akkor szinte mondhatjuk azt, hogy a Plutó most éri el az aszcendenst, a Mars meg most deszcendensen van. Tehát úgymond elindul egy háború Kína ellen. De hát ez a háború, ez inkább gazdasági jellegű háború, ám de, és itt jön a de. Miért mondom, hogy de? Mert amikor megnézzük Kínára felállítva a Mars-Plutó opozíció, hát ugye a Mars-Plutó opozíció egy pár nap, de most egy olyan problémás szakasz van, ami egész április végéig eltart, tehát ennek következtében mondhatjuk azt, hogy április végéig tart csak el, tehát azért túl nagy dolgot ne várjunk ettől. Donald Trump január 20-án fogja letenni a hivatali esküt. Nagyon kedvesen úgy proponálják nekem a nézők, hogy
csinálja meg előre a horoszkópot, nem tudom megcsinálni. Délelőtt szokott ez az ünnepség elkezdődni, hogy mikor jut el oda, hogy leteszi a hivatali esküt, valaki már azt mondja, hogy rögtön, hogy 12, hát nem. A múltkor is a 12-kor volt, úgyhogy azért mondom, hogy nem lehet tudni, itt sok minden belezavarhat, tehát maradjunk annyiba, hogy a 20-a az biztos, az egy visszatérő dátum Amerikában, január 20-a, de hogy ott pontosan a délelőttnek mely időpontján teszi, a Bibliára kell, ugye esküt tegyen, tehát mikor teszi rá a kezét a Bibliára és mondja el a szokásos szöveget, azt még nem tudjuk. Lehet, hogy dél, lehet, hogy 11 óra, lehet, hogy 11 óra 10 perc, tehát nyugodjunk meg, megvárjuk a január 20-át, és akkor Donald Trump úgymond hivatali esküjére felállíthatjuk a Donald Trumpi kormány horoszkópját. Nem többet, mert ez nem Amerika horoszkópja, hanem Donald Trumpnak az időszakáról van szó. De miért mondom ezt? Mert január szinte már el is telik, és április végéig tart ez a Plutó Marsó pozíció. Tehát maximum 2 hónap van, vagy picivel több, 2 hónap és 1 hét, amikor ez a Mars-Plutó pozíció igazán komolyan aktiválódik. Na most, hogyha ránézünk erre a horoszkópra, ami a Plutónak és a Marsnak az opozícióját képviseli, akkor először is azt látjuk, hogy van egy ikrek aszcendens, és együtt áll a Jupiterrel az aszcendens. Na de hát hol is van ez? Ez az ikrek aszcendens és ez a Jupiter. Hát Donald Trump napján és Uránuszon. Tehát erre igazán illik az a mondás, hogy minden csoda 3 napig tart. Donald Trump, mivel az övé a nap, diktálni akar Kínának. Kína meg megegyezni akar. De valójában Donald Trump is megegyezni akar, csak jó üzletet akar kötni. Na most meg fogják kötni az üzletet. Nyugodjanak meg, kedves nézők, ezzel az aszcendens Jupiter együttállással nem lesz. Tehát lesznek komoly megbeszélések, de nem lesz akkora botrány, mint amekkorára úgy számítanak az emberek. Valójában Donald Trumpnak tényleg az a lényege, hogy Amerika jól járjon, és ő egy üzletember. Tehát, hogyha jó üzletet lehet kötni a kínaiakkal, a kínaiak meg rengetegen vannak. Eddig is kötöttek jó üzleteket. Úgyhogy minden esély megvan arra nézve, hogy megfelelő üzletet fognak kötni. Nem biztos, hogy minden részletét ismerni fogjuk. De hát ez nem akkora probléma. A lényeg, hogy Kína számára ez a Mars, ugye a Mars-Plutó pozíció eredetileg benne van az ő 7. házában. Igen, de ebben a képletben, ahol a Mars-Plutó opozíciójára Pekingre felállítjuk a képletet, ott viszont azt látjuk, hogy ez a 2 égitest, ez egy feloldott opozícióban. Ugye a Jupiter, bocsánat, nem a Jupiter, a nyilas hold és a nyilas Merkur egy trigonnal és egy szextillel feloldja ezt az opozíciót. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy megfelelő lelki tartalmakkal és megfelelő rábeszélő készséggel Merkur meg fogják találni azt a közös nevezőt, amivel meg lesz a kiegyezés. Tehát a kiegyezésre törekvés látszik ebben a horoszkópban. Úgyhogy nyugodjunk meg, Kínának nem jött még el az az ideje, amikor ő most úgymond pattogni akar. Tehát
meg fogják találni a közös hangot, meg fogják találni a közös nevezőt, és ennek következtében hála a jó Istennek nem lesz annyira súlyos a helyzet. Hát most lehet, hogy konkrétan egy-két hónapra nézve mondanak meg egymás fejéhez vagdosnak valamit, de amikor leülnek az asztalhoz, akkor meg fogják tudni beszélni a dolgokat. Már csak azért is, mert ugye a Jupiter Donald Trump képletében a mérlegben van. Tehát az a Jupiter, az valójában analóg a kínaiak napjával. Nem lesz itt olyan túl nagy botrány. Úgyhogy végül is átalakulások lesznek. Ugye Kína számára mindenképpen, hiszen ha megnézzük a már előbb említett köztársaság kikiáltásának a horoszkópját, a Plutó ott megy át az aszcendensen. Tehát Kína számára mindenképpen egy új időszámítás kezdődik. Igen, de mindig arra tessenek gondolni, hogy Kína időszámítás előtt már 3000 évvel egy olyan hatalom volt, amely az adott területen, még ha nem is a teljes területen, de ott volt. Tehát Kínának van egy 5000 éves múltja, és azon belül egy nagyon komoly tradicionális hagyománya, amely a konfucianizmus alapjai nyugszik, illetve a taoista szemlélete. Meg fogják találni a megfelelő megoldást. Úgyhogy hát ezzel kívánok nagyon kellemes hétvégét, és hát itt az ideje, hogy elinduljunk a karácsonyi készülődésnek, hiszen 40 nap van hátra karácsonyig, úgyhogy mindjárt beérünk advent időszakába. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja Önöket. Viszontlátásra!